A 2023-as inflációs környezet ellenére a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményben mindent megtettek azért, hogy ebből sem a dolgozók, sem pedig a szolgáltatást igénybe vevők ne érezzenek semmit, mondta el Nagy Erzsébet, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény igazgatója. Az intézmény szervezeti keretén belül jelenleg 9 bölcsőde, valamint egy családok átmeneti otthona és egy gyermekek átmeneti otthona működik. Ennek feltételeit a szociális munkásoktól és bölcsödékben dolgozó kisgyermeknevelőkön át az egyéb szakemberekig 246 fő biztosítja. A családok átmeneti otthona jelenleg is teltházzal működik. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezete keretein belül 2 olyan intézmény működik, ami otthont nyújtó ellátást biztosít családok, illetve gyerekek számára. Ilyen intézményünk a gyermekek átmeneti otthona, valamint a családok átmeneti otthona. Azt tudni kell, hogy az intézményünk folyamatos nyitvatartással és folyamatosan biztosít szolgáltatást a családok, illetve a gyermekek számára. Ez azt jelenti, hogy az intézményben a családok bent laknak, ellátást kapnak, nem csak természetbeni ellátásokat, hanem ugyanazt a segítséget, ami lelki támasz, ügyintézés, és minden olyan dolog, ami egy család életében, a család összetartásában és a család fennmaradásában szükséges. Szintén folyamatos teltházzal működött 2023-ban a gyermekek átmeneti otthona, ahol 16 gyermeknek nyújtanak ellátást napi 24 órában. Az intézményünk, a családok átmeneti otthona 40 embernek nyújt ellátást, a gyermekek átmeneti otthona pedig 16 gyermek számára biztosít ellátást. Azt tudni kell, hogy az intézménybe történő bekerülés folyamatos, ami azt jelenti, hogy beköltöznek, és vannak családok és gyerekek, akik hazakerülnek, kiköltöznek az intézményből, és a helyükre ugyanúgy költözik újabb család, és igénybe veszik a szolgáltatásunkat. Ez éves szinten 80-100 családot jelenthet. Ez attól függ, hogy mennyire tudják a családok megoldani az intézményből történő távozásukat. Továbbá azt tudni kell, hogy az intézményben egy éves időtartamban vesznek részt, vagy lakhatnak a családok, amely meghosszabbítható fél évvel, tehát így összesen másfél évet tartózkodhatnak a családok az intézményben. Ezt követően valamilyen más formában oldják meg a lakhatásukat. Hozzátette, az intézmény szolgáltatásai a gyermekek számára magában foglalják az iskolába, óvodába való eljuttatást, ezen felül pedig a pszichológiai szolgáltatást, a másnapi iskolára való felkészülést, valamint a rendszeres korrepetálást is.